Szia, akkor a mai órán megint együtt fogunk dolgozni. Most egy új olvasmánnyal fogunk megismerkedni. Jókai Mortól, Hol kezdtem a kertészkedést című olvasmánnyal. Ezen az oldalon van még egy olvasmány, a Fűbenő. Ezt szorgalminak adtam fel, ha van kedved, elolvasod, és ha tudtok, hogyha vannak otthon megfelelő eszközök az elkészítéséhez, akkor készítsétek el. Készítsd elő az olvasókönyvet, a munkafüzetet és a tolltartódat is, hogy tudjunk dolgozni. Jókai Mór képét látod, 1825-től 1904-ig élt, író volt, politikus, a márciusi ifjak egyike. Tudod, 1848-ban a szabadságharc idején a márciusi ifjak Petőfi Sándorral az élen, és ő is, Jókai Mór is vele együtt tevékenykedett ezen a napon. Fő művei, amikkel majd később meg fogsz ismerkedni, amikor felsős leszel, a Kőszívű ember fiai, az Aranyember, Fekete gyémántok. Ezek nagyon szép olvasmányok. Jókai Mórtól idén olvastunk már egy kis versikét, az Ültes fát című verset. Ezt az olvasókönyv 42. oldalán találod, de most innen együtt elolvassuk, jó? Jókai Mór, Ültes fát. Ültes fát, hogyha más nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kismadárka szár reája, ingyen hallgatott szavát. Ültes fát. Jókai Mór nagyon szerette a természetet, és a mai órán is egy olyan kis rövid elbeszéléssel fogunk megismerkedni, amiből szintén az derül ki, hogy Jókai Mór nagyon szerette a természetet. Tehát ez egy rövid elbeszélés, ennek ez a műfaja, látod, hogy rövid. És Jókai Mór nagyon szerette a komáromi iskoláját, egyébként nagyon-nagyon jó tanuló volt, szinte minden évben kitűnő tanuló volt, de ezt a komáromi iskolát ezt különösen kedvelte, és ezekről az iskolai éveiről nagyon sok kis elbeszélést írt. Ez is egy ilyen, hallgasd meg, elolvasom neked. Két dolgot kell megfigyelned, az egyik az lesz, hogy kik tevékenykedtek, másik pedig az, hogy mit csináltak. Jókai Mór, hol kezdtem a kertészkedést? Még iskolás fiú voltam. Az iskolának rengeteg nagy udvarát, ott, ahol kikövezve nem volt, ellepte a székifű, meg a kutyakapor. Azt a telket felosztottuk magunk között egyenlően. Kiki felásta a magáét, akinek nagyon homokos rész jutott, nem restelt talicskával kimenni a mezőre, s onnan hozni jó televényföldet. Összehortunk aztán innen-onnan mindenféle virágpalántát. A kikanyargatott virágágyakat beszegélyeztük tengeri fűvel, aminek szép virága van. A kert végébe víztartót ástunk, hogy legyen öntözővízünk, s nyár derekára pompás kert dísz lett az iskola udvarán. Ott töltöttük mind valamennyien az üres időnket, nekivetkőzve, gyomlálva, kapálva. Hát ti ezt nem tudnátok megtenni? Na, ezt a kérdést hozzánk, olvasónkhoz intézte Jókai Mór. Hát szerintem ezt mi is meg tudjuk tenni, és akinek lehetősége van rá, meg is teszi. Én is nagyon szeretek kertészkedni, hiszen családi házban lakunk. Ha ti is családi házban laktok, biztos, hogy ti is kertészkedtek. Ha meg emeletes házban laktok,
akkor otthon nem, de a nagyinál, nagyszülőknél, ismerősöknél esetleg biztos előfordult már, hogy valahol tudtál kertészkedni. Na, tudsz válaszolni a kérdésekre? Kik tevékenykedtek? Igen, gyerekek, az iskolások, ugye, a Jókai Mór és az iskolatársai. És mit csináltak? Bizony, kertészkedtek, kertet építettek, növényeket ültettek, virágokat ültettek. Ennyi mindent tevékenykedtek, ügyes vagy. Most lesz egy kis feladatod. Húzd alá az olvasmányban szereplő növényeket. Most állítsd meg a videót, és kényelmesen végezd el a feladatot, ha kész vagy, akkor indíthatod újra. Három növény volt az olvasmányban, a székifű, a kutyakapor és a tengeri fű. Ha jól dolgoztál, kipipálhatod és tehetsz egy piros pontot oda a könyvedbe. Ugye milyen érdekes nevű növények ezek? Manapság már képzeld el, hogy nem is így használjuk, hanem máshogy, de ismerjük ezeket a növényeket, csak régen így hívták őket. Képzeld el, hogy a székifű, azaz orvosi székfű, vagyis a kamilla. Biztos ti is szoktatok venni kamilla teát, hiszen nagyon sok mindenre jó. Teát főzhetünk belőle, és egyéb orvosi dolgokra használhatjuk, gyógyításra használhatjuk. A kutyakapor, az ennek a rokona, nézd meg milyen hasonló, csak hosszabb a szára, és olyan a levele, mint a kapornak. Ezt a kaporlevelű epszékfűnek nevezzük manapság. És képzeld el, hogy ezeket igazából régen gyomnövényeknek tartották, gaznak. Ugye azért is van a történetben az, hogy ellepte a székifű meg a kutyakapor ezt az udvart, és ezt ásták fel a gyerekek, tehát nem kellett nekik ez a székifű és kutyakapor, hiszen gyomnövénynek gaznak gondolták, tartották. Azóta mi már tudjuk, hogy a kamilla az gyógynövény. És a harmadik, az pedig a tengeri fű, ugye, amivel beültették a, beszegélyezték a tengeri fűvel a virágágyak szélét. Ez egy ilyen szép fű, tengeri fű, ezt ma is így hívjuk. Hosszú, inkább ugye azért tengeri fű, mert vízpartoknál szeret élni. A munkafüzetet kell kinyitnod a 67. oldalon. Készítsd elő, hogyha nem készítetted elő, nyugodtan megállíthatod a videót. A mai órára az egyes feladatot adtam ki például elsőként, úgyhogy ezt most csináljuk meg együtt, illetve nem is együtt fogjuk megcsinálni, hanem egyedül fogsz dolgozni, csak egy picit segítek abban, hogy felolvasom, és megbeszéljük, hogy mi lesz a feladatod. Majd utána meg kell állítanod a videót, és egyedül dolgozol. ABC feladatot látsz, az A feladatban egy szóval kell csak válaszolnod, mikori élményére emlékszik vissza Jókai Mór, ahol kezdtem a kertészkedés című írásában. Jó, ide egy szó lett. B feladat, karikázd be a helyes válasz betűjelét. Az iskola udvar melyik részéből alakították ki a kiskerteket? A, ahol ki volt kövezve, B, ahol gaz borította, C, ahol kopár volt. Keresd meg az olvasmányba, jó? Vigyázz, egy picit becsapós. C feladat. Számozással állítsd sorba a kertészkedés lépéseit a szöveg szerint. Itt is azt javaslom, hogy nézd bele a szövegbe, és az alapján kezd el számozni. Tudod, amelyik először megtörtént, odaírod az egyest, és így tovább. Jó munkát! Hogyha végeztél, indítsd újra a videót, most pedig állítsd meg. Akkor nézzük az ellenőrzést. Vegyél zöldet a kezedbe, piros pont fog járni a jó munkáért, és pipálhatsz is mindent, ami jó. Na nézzük. Tehát, mikori élményére emlékszik vissza Jókai Mór? Iskolás, iskolai,
ezeket, hogyha írtad, vagy bármi hasonlót, akkor nyugodtan kipipálhatod. B feladat, melyiket karikáztad be? A B-t kellett bekarikázni, ahol az van írva, hogy na várjál, csak itt keresek egy ilyen kiemelőt. Ezt elrontottam. Akkor vissza. Tehát a B-t kellett bekarikázni, ahol gaz borította. Jó, és a következő számozás, na nézzük, melyik volt az első. Felosztották a földet maguk között, ugye ezek a fiúk. Második, felásták a kertet. Harmadik, földet hoztak a mezőről, ugye? Mert az volt írva, hogy akinek homokos rész jutott, annak el kellett menni a mezőre, talicskával földet hozni. Négyes, virágokat palántáltak. Ötös, a víztartóból megöntözték. Hatos, gyomlálták, kapálták. Ha jól dolgoztál, akkor kipipálhatsz mindent, és mindenhova tehetsz egy piros pontot. Jó, A feladathoz is, B feladathoz is, és a C feladathoz is. Következő a hármas feladatunk lesz, aztán a négyes. Önállóan fogsz megint dolgozni, de segítek először, elolvasom neked, és utána megint megállítod a videót, jó? Hármasnál. Mit gondolsz, hogyan kell elültetni egy növényt? Megtudod, ha összekötöd a megkezdett mondatokat a folytatásukkal. Tehát megkeresed, hogy a bal oldalon lévő mondatkezdésekhez melyik tartozik a jobb oldalról, jó? Három mondat lesz. Három mondatnak látod bal oldalon az elejét, jobb oldalon a végét. A négyes feladatban pedig színezd ki, mely eszközökre van szükség a növényültetéshez. Bármilyen színt használhatsz, jó? És most akkor neki láthatsz dolgozni. Jó, nézzük az ellenőrzést. Megint pipálhatsz, ha jó, és majd piros pontot is rajzolhatsz. Első, hármas feladatnál, ugye ássunk egy akkora gödröt, hogy a növény gyökerei kényelmesen elférjenek. Második, állítsuk bele a növényt, és egy kis lapáttal temessük be a gyökereket. Harmadik, képezzünk csészét a növény körül, és alaposan öntözzük meg. Ha jól dolgoztál, piros pontot rajzolhatsz. Négyes feladat. Én azt gondolom, hogy kiszínezhetted a kannát, az ásót, a kapát, a talicskát, a gerebjét. Úgyhogy nagyjából ezeket színezted ki, akkor rajzolj egy piros pontot, ha egy valami lemaradt, akkor is rajzolhatsz piros pontot, jó? Ennyi volt mára, köszönöm a munkádat, nagyon ügyes voltál, nagyon örülök, hogy együtt dolgoztunk. Most arra kérlek, hogy olvasd el még egyszer az olvasmányt, és hogyha van kedved, akkor a fűben őt is elolvashatod. Szia!